Szeretném, hogyha beszélnénk arról, hogy itt 2012. júniusában egy új munkatörvény fog életbe lépni. Rengeteg olyan passzus van ebbe az új munkatörvénykönyvébe, ami meg fog nyomorítani minden magyar munkavállalót, akinek még van munkája. Egyre szeretném felhívni a figyelmet, sokra hívhatnám fel, de van egy úgynevezett, hát nem akarom szó szerint idézni, csak hogy mindenki megértse, a flexibilis minimálbérről van benne szó, és rögtön meg is magyarázom, hogy mit jelent ez. Ez azt jelenti, hogy a kormány, és most figyelj mi minden munkavállaló, a kormány ebben lehetővé teszi a munkaadók számára, hogy annyi minimálbérrel számolja el a dolgozót, amennyire ő gondol. Ország rész szerint ez változhat. Nem tudom, hogy... Hát igen, igen, ez is benne van. Borzasztó dolgok ezek, rettenetes ezek. Úgy gondolom, hogy ez mind a munkavállaló ellen szól. Az